Elszánt versenyzők, lelkes szurkolók, fülsüketítő hangzavar. A diákok teljes erőbedobással indultak az ügyességi feladatoknak. Az első versenyszám a krumpli ültetés fantázia nevet kapta. A négykézlábon futást már nehezebb, összetettebb feladat követte. A megyei döntőbe a körzeti előválogató versenyekből kerültek be az iskolák. A 18 fős csapatokat alsó és felső tagozatos fiúk, lányok egyenlő arányban alkotják. A versenyszámokban viszont 12 fő áll rajthoz. A Diákolimpia célja a sport és a testmozgás megszerettetése mellett az egészséges versenyszellemre nevelés. Kisgyerekek versenyeznek, különböző akadálypályákat teljesítenek, tehát alap a mozgás, és egyébként ugye az egész diákolimpiai rendszernek ez a célja, hogy már egész korán kialakuljon ez az egészséges életmódra való nevelés, illetve hát önmagukévá tegyék a mindennapos rendszeres mozgást. A küzdelmek közben a felkészítő tanárok nagy izgalommal és rengeteg hangos instrukcióval inspirálták a versenyzőket. Nagyon ügyes kis társaság jött időn össze az előző évekhez képest. Minden évben most már sorozatban második helyet szoktunk ezen a megyei versenyen elérni. Nagyon bízunk benne, hogy idén is ez sikerülni fog. Heti plusz órákban próbáltunk külön ezzel a kis csapattal. Reméljük, hogy ez aztán jól sikerült, majd most eldől. A helyi iskola diákjai között teljes az összhang. Látszik, hogy jól felkészült és összeszokott csapat. Az önbizalomból nincs hiány. Az iskola az elmúlt évben bejutott az országos versenybe. Egy második hely az már jó lenne, mert akkor tovább jutunk az országosra, és a múlt két hétben volt a gyakorlások. És mi, hogy gyakoroltatok, hogyan készültetek fel? Hát minden versenyszámot átvettünk, minden gyakorláson, és reméljük, hogy második az összejön. És hogy érzed, hogy érzitek, hogy ma hogy fogtok teljesíteni? Jól. Jól. Mindvégig szoros volt a küzdelem a helyiek és a csopakiak között. A holt versenyt eldöntendő, ráadás futammal dőlt el a végleges rangsor. A hajrában a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói átvették a vezetést és megszerezték az első helyet és a kupát. Mindkét iskola tovább jutott az országos elődöntőbe.